Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Nagyon örülünk neki, hogy ebben az időszakban, tehát ilyenkor májusban már egy ilyen 5 órai rendezvényre nehéz összehozni tömegeket, de önök vették a fáradtságot, hogy meglátogassanak bennünket, és a békés beszélgetések következő előadásán részt vegyenek. Én Bolvári Ferdinánd vagyok, a Békés Kalocsáért Egyesület polgármester jelöltje. Tegnap előtt óta már a Jobbik Kalocsai Alapszervezetének is a polgármester jelöltje, és bízom benne, hogy egyre többet kell majd elmondanom a békés beszélgetések további előadásain. Mint tudják, túl vagyunk már 5 ilyen alkalmon. Hagy idézzem föl, az első vendégünk Bogdán László volt, Cserdi polgármestere. Azt hiszem sokakban hagyott maradandó élményt. Kassai Lajos lovasi íjász követte, akiről ugyanezt tudom elmondani. Frank Adrien dietetikus volt a következő vendégünk. Utána következett Geri Betli Gábor, ő ugye egy kalocsai közöttünk élő ember, de ez nem csorbított azon az élményen, amiben részesített bennünket. És ugye volt egy rendhagyó békés beszélgetés, sokan emlékezhetnek rá, az Érsekkertben, május 1-én Nagy Bandó András látogatott meg bennünket személyesen. Mindegyik vendégünkről azt tudom elmondani, hogy nagyon-nagyon nagy embereket ismertünk meg, akiket már láttunk a tévében, hallottunk a rádióban, de testközelből, hogy ezek a szerénységnek, az egyszerűségnek a legmagasabb szintjén lévő emberek. És nagyon-nagyon örülünk neki, hogy nem csak a gondolat, nem csak erre gondoltunk, ugye mi, hogy ilyen embereket szeretnénk hívni, de ők meg is feleltek ennek a kritériumnak. És nagyon büszkék vagyunk rá, mi a Békés Kalocsáért Egyesület tagsága, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy időről időre ezek a rendezvények létrejöhessenek. Köszönöm szépen a tagjainknak, nagyon büszke vagyok rájuk. És elérkeztünk a 6. alkalomhoz. Egy kalocsai köztünk élő nagybetűs ember a vendégünk. Egy nagyon különleges ember, akit sokan látnak a városban, de hát ha nagyon sokan nem tudják, hogy jutott ő abba a tolószékbe, amelyikben pillanatnyilag ül. Azért mondom, hogy pillanatnyilag, mert Attilának nagyon sok ilyen széke van, amelyeket különböző dolgokra használ, és majd erről fogunk hallani. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm körükben Berta Somogyi Attilát. Sokan úgy ismerik, hogy Soma. Én büszkén mondhatom, hogy egy faluból valók vagyunk. Egy vérből valók vagyunk, azt is mondhatnám. Nagyon régóta ismerem Attilát. És meg szeretném kérni őt, hogy mutatkozzon be nekünk. Beszéljen arról, hogyan és mikor érte őt az a baleset, amely a tolószékbe kényszerítette. Ez lenne az első kérdésem, Attila. Szép jó napot kívánok mindenkinek, nagyon megtisztelő számomra, hogy itt vannak, itt vagytok, és nagyon jól érzem magam, és hát lényegében 19 éves koromig, mint bárki más egészséges ember, éltem az életemet, homokmégyen nőttem föl, ahogy Ferdi is említette, és 1986-ban költöztünk be Kalocsára. Tehát én nagyon szerettem, ugye, ahol felnőttem, miután beköltöztem, egy héten többször kilátogattam nagymamához, nagynénémékhez, mert nagyon szerettem mai napig is a szülőhelyemet, hogy így mondjam, Homokmégyet. És ugye 86 után elkezdődött a kalocsai pályafutásom, hogy így mondjam, és miután elvégeztem az iskolát, a
akkor lehetőséget kaptam, hogy a Kalocsai mentőállomás állományába kerüljek, ami nekem egy égbe kiáltó, nagyon jó dolog volt, mint hogy dolgozhatok mentőápolóként ez esetben, és Kecskeméten elvégezve az ehhez szükséges alapítást, elkezdtem dolgozni a Kalocsai mentőállomáson, szerencsére úgymondva itthon, és a röpke 10 hónap után, 91. júliusában megtörtént ez az ominózus baleset, ami miatt kerekesszékbe kerültem, és hát ezt nehéz volt nagyon feldolgozni. Mai napig megérint, ha mentőt látok erősen, úgyhogy sokszor könnybe lábadnak még a szemeim. Apropó, igen, bocsánat. Hát igen, kezdtem a Néza mentővel, és pár hónappal a munkám befejezte után, hogy így fogalmazzak, akkor kapott a Kalocsai mentőállomás egy Toyota mentőautót, amivel már volt lehetőségem vonulni, emberéletet menteni, segíteni az embereken. Ezt követően, ugye amikor megtörtént a baleset, akkor, hát ez már ugye az autóvadászos képeim, miután interneten rábukkantam, hogy létezik ez az úgynevezett civil autóvadász rendszer, de előtte még ugye maradok a kerekesszékbe kerülés témánál. Hát nagyon nehezen tudtam, mivel aktív ember voltam, sokat motoroztam, volt kis motorom, a baleset nagy motorral történt. Itt a Kalocsa főutcáján akkor még nem volt sétáló utca, és a párizsi udvarból elém kanyarodott egy Simpsonos fiatalember. És én ezt az ütközést el akartam természetesen kerülni, vészfékeztem, amikor ő balra jelezte bekanyarodási szándékát a következő utcán. Akkor én jobbról kezdtem előtte telőzni, mikor ő meggondolta magát és úgymond rám húzott. Én ösztönösen, ugye itt nincs gondolkodási idő, jobbra rántottam a kormányt, a patka megdobott, és az elmondottak, utólagos elmondottak alapján a betonpadnak landoltam motorostól. Ez törte el lényegében 5 darab háti csigolyámat. És hát 4 hónappal előtte ismerkedtem meg jelenlegi életem párjával, Katival, ami lényegében életem értelme és 12 éves kisfiunk, akiért megküzdöttünk, ugye a bénultságom miatt Lombik programhoz folyamodtunk, ez 4 év küzdelem után, több vetélés után sikerült, és meg lett Máté. Úgyhogy elsődlegesen, ugye mint ők életem értelmei, következőképpen motivál, miután részt vettem 12 éve, tehát az sem most volt már, Zánkán, egy meghívásos, baráti meghívásos kerekesszékes életmód táborba, ahol volt lehetőségem ezt a kézi biciklit próbálni. Na most ez engem ott megmérgezett, és mondtam, hogy nekem hatodik haszakad, kell egy ilyen szerkezet. Egy homokmégyi
nagyon jó barátom, gyerekkori barátom Matos Csabi segítségével sikerült is egy gyárihoz hasonló, sőt, mondhatom olyan minőségű maszekkerékpárt legyártani. Ő segített nekem ebben, mert sajnos ezeknek horribilis összegük van, 1,5 millió forintba kerülnek, amit én nem tudtam magamnak megengedni. Így ő 30 000 forintból baráti alapon legyártott egy hasonló gépezetet. Parancsol. Egy kicsit előre szaladtunk. Nagyon kíváncsi lennék, és szerintem a nézőközönség is, hogy azért a handbike meg a polgárőrség között azért volt egy hosszú idő. Egy picit, hogyha tudsz erről beszélni, milyen, amikor megtudja valaki, hogy egész életére tolószékbe kerül, milyen hosszú volt ez az időszak, hány év, és milyen szakaszai voltak ennek, hogyha ebbe beavatnál bennünket? Természetesen. Hát egy évig lényegében kereken a kórházakat jártam, úgymond a Szeged klinikára kerültem közvetlen a baleset után, és ott voltam októberig, de ott a klinikán elsődlegesen ugye az életben tartásom, és hogy rendben jöjjek, meggyógyuljak, amennyire csak lehet volt a szempont. Ott nem forgattak, és súlyos, csúnya felfekvéses sebeim lettek. 7 darab sebem volt. Ugye a sovány testalkatom miatt, ha háton feküdtem, akkor a gerincvégződésnél sebesedett ki, a lábak sarkánál, a nyomódási pontok, elsődleges nyomódási pontokon sebesedtem ki, a hasra fektettek, akkor a 2 csípőcsontnál lett felfekvésesebb, akkor mikor már kicsit erősebb lettem, felkönyököltem, akkor mind a két könyököm lyukadt ki. De ezeket szerencsére simán vettem az akadályokat. Hazakerültem a szülői házba, anyukám úgymond nem bírt velem, és bekerültem a Kalocsai kórházba. A Kalocsai kórházból pedig felkerültem a Budakeszi Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe, és így gyógyították be nekem mind a 7 sebet sikeresen, és onnan 7 hónap után kerültem haza, egyfajta önkényesen, mert még kellett volna maradnom, de meglátogatott egy kalocsai barátom, és mondtam, hogy nekem haza kell jönnöm, mert már nem bírom ott tovább. Ezzel semmi probléma nem volt, Fölrós asszony beleegyezett, mert lényegében vége fele jártunk a rehabilitációnak. Hát ez ugye arról szól, hogy megtanítják az embert az önálló életvitelre, kerekesszékkel, a 2 kerekezésre, hogy kisebb patkákon föl tudjon, vagy küszöböt éppenséggel, ha még a lakás nem akadálymentes, akár ugye otthonában az embernek átugratni, és ezeket megtanulva bocsátják ugye otthonába a sérülteket. Betegnek semmiképp nem tekintem magam, meg akkor sem tekintettem magam annak, ez egy állapotnak fogom én fel. Hát a lelki millióm, érzékeny lelkületű vagyok egyébként, 3 évig körülbelül nem mertem az utcára kimenni, mert féltem az emberektől, az elfogadás, hogy engem leszólnak, lenéznek, ugye fiatal fejjel még. Ez persze utólag butaság volt, és egyszer csak, mondjam így, utamba botlott, mostani sógornőmmel egy iskolába járó fiatal ember, akit elhozott hozzánk. És a
Dávid, Horváth Dávidnak hívják őtet, és ő mondta, hogy Ati, van egy másik kerekes széked? Mondom, van. Azt mondja, akkor gyere, kimegyünk Fogtőre. Mondom, mi? Fogtőre olyan messze tekerjen, hogy gyere, megcsináljuk. Hát persze, én mint olyan ember minden hülyeségben. Benne voltam már akkor is, meg most is. Rendjük. Hát még ki se jöttünk a Zeledei Ferenc utcánkból. Ő már rázza így az ujját, mert a fékbe belevágta a keréktekerés közben, és fölszakadt a körme. Mondom, na, szeretném még menni Fogtőre? Azt mondja, persze, hát menjünk. Jó, hát ugye elállt a körömvérzés, rövid időn belül szerencsére mentünk tovább. Hát egy második nagy poénért fél úton, azt mondja ő neki, pisilni kell, és felugrott a kerekesszékből, az autók meg, láttam a sofőrök, az utasok, megnéznek nagy kidüllett szemekkel, hoppá, kiszáll a kerekesszékből, és akkor berohan a susnyásba. Muszáj, nagy úr. Úgyhogy, hát ezek számomra emlékezetek és életem végéig kísérő sztorik, de hát még lesz ebből egy-kettő. Megnyugtatlak benneteket, hogy sztorizok még. Na és lényegében kimentünk Fogtőre, de elfáradtunk nagyon, hozzáteszem. Így kerültem én, ugye, hogy kimozdultam, kimertem menni az utcára, de utána, mert már megállíthatatlan voltam. 4 hónappal a baleset előtt ismertem meg jelenlegi páromat, Katikát, és hálás vagyok az égnek, mindennek, hogy kitartott mellettem, és kitart mellettem jelenleg is. Most jelenleg nincs itt, mert gyermekünknek 6. osztályosként első kirándulásuk lesz erdei iskolába Balaton környékére, és a tanárnénivel 4 órakor megbeszéltek a Szalontai cukrásztába egy beszélket, jobban mondva megbeszélést, a mint kísérő szülő, többek közt Katim is. Nagyon örülök neki, az előbb nagy tapsot kapott Attila, amikor arról beszélt, hogy hosszú próbálkozás után sikerült a gyermek. De én most szeretnék egy nagy tapsot kérni egy másik személynek, az előbb említett Katinak. Mert azt gondolom, hogy ez egy kivételes ember lehet. Ahogy Attila említette, hogy 4 hónappal baleset előtt ismerkedtek meg. Hát én azt gondolom, hogy az élet és az élet történetek nem erről híresek, hogy ilyen hosszú távú kapcsolat és még gyermek alakul ki egy ilyen baleset után. Én szeretném megkérni a... Köszönöm, kedvesek vagytok. Hát bizony, mert mint itt az eset is, belegondolok, hogy nem semmi, hogy egy sérült mellett, ugyanis ott szembesültem például a rehabilitáción, a 91-2 elejéig voltam ott februárig, hogy feleségek hagyják el a lesérült férjeket, vagy éppen fordítva. Tehát azt tudom csak mondani, hogy szerencsés vagyok, nagyon is szerencsés ember. És ugye ez az évtizedek áll hosszú során, ezzel az állapotommal én megtanultam élni, elfogadtam maximálisan, úgy gondolom, úgy érzem, és hozzuk ki a lehető legjobbat, akármilyen rossz dologból is címmel. Én szoktam mondani, bocsássatok meg, hogy szedem a leszarom tablettát. És... Na akkor nem tudom, hogy léphetünk-e a zánkai kerekesszékes életmódtáborba, de majd jön a
másik az autóvadászat. Na, ahogy említettem, igen, ott volt lehetőségem kipróbálni, és meglett a kézi bicajom. Török Töce Tiborral, jelenlegi barátommal, futó barátommal, akkoriban összefújt a szél, ugye te ott hátul, és belevitt egy olyan túrába, hogy visszafelé azt hittem, hogy mentőhoz haza, szó szerint, mert reggeli nélkül könnyelműen elindultam, ugye kora reggel, a Töce hajósi futó rendezvényén, ugye több futó, jó társaság volt, stb. Jól éreztem magam nagyon velük, de ez volt a legelső utam a bicajja. Akkor ültem én benne a kipróbálás sokon kívül, első éles útra. Ezek még. Hát na, itt mutatja, hogy szétkaptuk, vagyis kis karbantartás a bicajon. De akkor ugye azt a sztorit még befejezem, hogy sikerült ezt a hajósi túrát megcsinálni, mert nehogy már lemaradjak a futóktól. De visszafelé leesett a cukrom, mert nem ettem, és akkoriban én vegán voltam, és nem vettem a marha pörkölt ebédet igénybe. Egy évig folytattam egy ilyen vegán étrendű életmódot, és ugye kaja nélkül az energia elvész. És egyszer csak azt vettem észre magamon, hogy hoppá, émelygek. De szerencsére Töcének a hátizsákjában volt szendvics, és az életmentő volt számomra. Úgyhogy vártunk egy 10 percet, amikor már tényleg jól éreztem magam. Elnézést, ha néha nem tartom közel a mikrofont. És indultunk tovább, de ez már hazafelé a Miskei úton volt. Hát igen, itt a futó barátok, többek közt. Jótékonysági futásokon és félmaraton rendezvényeken, futóversenyeken, maraton futóversenyeken, itt Peák Nőicu barátommal futunk éppen, itt a szomszéd 18 éves Zsolt, Zsozsó barátommal, aki kísér, amit látszik a kerékpárral. Itt szintén a Töcével jótékonysági futottunk a csapattal, itt Szutter Lacikáért futottunk, és ez a Krisztiér volt, igen, egy fiatal lány, akinek nem gyógyuló sebei vannak, kalocsai lakos, parancsolj, Ferdi. Jól láttam akkor, hogy az első futásod, ha lehet így nevezni, az mindjárt maraton volt, mert 42 kilométer volt. Tehát akkor te maratonnal indítottál. Hogy tudtak erre? De tudtad, hogy ez 42 kilométer lesz? De ahogy én ezt az egészet fel sem. Nem vettem én ezt komolyan, hogy kiruccanunk, de hát már ugye a város túlsó fele Miskei úthoz képest kertváros széle. Már ott gondolkodtam a buszmegállók körül, hogy kell ez nekem? Biztos, hogy akarom én ezt? Na de hát motiváltak a fiúk, és elindultunk. Mondom, hát lesz, ami lesz, maximum tolnak. 20 nap tolnak, és akkor odaérünk, meg hazaérünk. Egyszerű a történet, nem messze van a Jós. Egy egészséges ember minimum egy évet készül egy 42 kilométeres távra, csak azért lepett meg. Hát ugye nekem a lábaim, vagy a kezeim lettek a, mondjam így, járóeszközeim, ez most így persze furcsán hangzik, de ugye adja magát a történet lényege, és hát a család után a második motiváló
dolog nekem ez a biciklizés, mert ez tart lényegében karban, a karizom ugye szükséges, szerencsére önellátó vagyok 99%-ban, ha a körülmények engedik, és törekszem arra, hogy meglegyen a megfelelő karizmom, mert ugye itt mindent azzal emelem át a fürdőkádba például, mert nem szeretek zuhanyozni, szeretek henyélni a meleg, forró vízben a fürdőkádban, tehát fürdőkádba szállok be ki, ugyanúgy ugye toalettre. Tehát minden ugyanúgy működök, mint ti, csak éppenséggel nem tudok járni lényegében. Vagyunk itt néhányan futótársaid, akik nagyon, nagyon sokat kapunk tőled. Ugye, amikor futunk róljuk a köröket, például, hogy említsen meg a tavalyi, pont egy évvel ezelőtt a 1-3-6 órás futás az Érsekkertben. Jössz mellettünk, szól a zene, a mindig jó zene a kocsidnak az alján lévő hangfalakból, lelkesítesz bennünket, erőt öntesz belénk, amikor már nekünk nem nagyon van. Rengeteget kapunk tőled. De te, mit kapsz? Mit kapsz ezeken az eseményeken? Tudunk-e mi neked adni valamit? Vagy maga a közösség, valahova tartozás, az egy olyan dolog, hogy egy olyan erőforrás, amely át tud lendíteni téged az esetleges mélypontokon? Vannak-e mélypontok? Köszönöm. Mélypontok nincsenek, még akkor se, ha volt már ez a 8 év alatt 2 relatív súlyos bukásom a kerékpárral, vagy a bicajjal. De szerencsére komolyan nem sérültem meg, mentőnek nem kellett elvinni, vagy kórházba szállítani, mert volt például Mohácsi félmaratonon, ez is egyfajta sztori. Van a komplejáró, és az egy nagyon meredek betonos terület. Odafelé, visszafelé segítenek, de a kalocsai futóbarátom Gyóni Karcsi az lemaradt, leült, elfáradt, mondtam, hát én nem várok rád, majd ott, ahol kénytelen leszek megvárni, ahol segíteni kell a komplejárónál, ott megvárlak. És akkor egy ilyen beton dombocska volt, aminél láttam egy jobb oldalt, egy korlátot, hogy neki futásból föltekerek. Ez úgy sikerült is, csak az éppenséggel nem korlát volt, hanem egy elhatárolt, mert egy kb. Másfél méteres gödör volt. Ott egy szalag volt, és én abba ilyen lazán így a jobb kezemben megfogtam, és az a lendülette, zsúgy oldalra bele a gödörbe. Úgyhogy betakart a bicikli. Ott állt két rendező, azok nem tudták, hova tűntem. Szó szerint. És rohantak ugye oda. Na, addigra futók is ugye még értek oda. Kibányáztak a gödörből. Visszatettek a biciklibe. Jóval megtapogattam, mert lényegében én melltől lefelé semmit nem érzek a kerincsérülés alapján. Tapogattam, megtapogattam, ahol nem érzek, mondom, nincs egy bordám se eltörve, lábam se, nem ráncigál, mert lényegében jelez a test szerencsére, ha baj van, főleg ha nagy baj van, akkor kemény görcsbe jelentkezik. Akkor például volt egy nyombélfekélyem, kiukadt a gyomrom, és pont Miskolcon voltunk, sorstárs barátoméknál. Akkor magam se tudtam, hogy mi az. Az érzett terület, melltől felfelé égető, szúró, elviselhetetlen fájdalom, mondjam így. Minden mozdulatra. Ez kísért végig Miskolcról, úgyhogy akkor még manuális váltós autómmal, én kuplungoltam, sebességváltottam, és húztam a gázt. Ez a 170 km körülbelül távon. Tehát összeszorítottam fogam,
és hazaértünk biztonságban, holott Katimnak is volt már akkor jogsia, de egy önző fráter vagyok. És szeretek vezetni. És hát ugye mindjárt Kalocsai kórházban meg is műtöttek sikeresen, és meggyógyultam. Második bukásom az nem is olyan rég történt. Bátaszéken egy beteg kislányért jótékonysági futottunk Kuti Zoli barátom Mékkal, aki szintén annyit megjegyezni Zoliról, Töcéhez hasonló a jótékonysági futás sokat rendez kizárólagosan, és azt a túrát is most már idestóban negyedszerre, ha jól számolom, a Zolival, Zoliékkal, futókkal, kerékpárosokkal együtt csinálom. Elmegyünk Kecskemétre, és Kecskemét központjából Nagy Csinnatratta közepette elindulunk Kiskörösre. Ez 57 kilométer, ha jól mondom, jól emlékszem. És itt is ti futók motiváltok engem, ahogy én motiválok benneteket, legalább annyira, olyannyira, azt tudom mondani, Ferdinánd, és nekem jól esik, hogy élvezitek a jelenlétemet, hogy nyomatom a zenét, mert hát ugye a Kettyós Attila mit csinál, eszébe jut, hogy hát hogy lehetne hangosan zenét hallgatni biciklizés közben adott esetekben, mert hát nem bömböltetem én ezt folyton, csak mikor a bogár beindul. És régi, még sose felejtem el, Duna Áruházban vásároltam Stereo Videoton Magnumhoz kettő orosz hangfalat. 30 wattos dübis, dübörög, tud dübörögni a zene, mély nyomos, jó kis orosz hanghal, és ebből egyiket feláldoztam, hogy felrakom a biciklire. Na de hát mi fogja ezt megszólaltatni? Hát ugye én, aki bújom a Zibét, meg az Amazont, meg a Banggoodot, mint kínai oldalak, vettem kemény 3500 forintért egy, ezt a tenyérnyi média lejátszott, amit láttok a kocsi oldalán, ami fénylik ott, a kettő villanyszerelő műanyag gyors bilincsel felfogatva, és a pendrive-ot SD kártyát tud lejátszani, és ugye erről szolgáltatom én a YouTube-ról lelopott zenéket. És élvezem, mikor a futók élvezik, nem hogy még ha megszólal a kedvenc zenéjük, és egy akár félmaraton, akár maratonverseny, vagy még többek, ugye ezek a országfutás például, hogy elindulunk faluknak Szakmár fele, és akkor Dunapatajt érintve több mint 50 kilométer ott is. Hát persze, hogy elfáradunk, emberi természetesség, de a zene, aki szereti a zenét, már pedig ugye többségünk szereti a zenét, az nagyot tud motiválni ilyenkor. És én ezt élvezem. Hát a páromnak, mikor ezt Katinnak elővezettem a gondolatmenetet, hogy mit szeretnék én a biciklire kreálni, azt mondta, hát hülye vagy te, zenebohóc. Hát mondom, köszönöm, ez megtisztelő számomra, de egyfajta öntörvényű vagyok, és megcsináltuk. Zsozsó barátom segített felszerelni például, úgyhogy ez fixen ott van mögöttem minden úton. A hátizsákom, ami a kerekes szék, mert lényegében ez egy normál, ugyanilyen kerekes székre van az első hajtott bicaj felszerelve. Egy központi csavarral csatlakozik a lábam között alatt össze. Ez felemeli a kerekes széknek a két első kiskerekét, mert azok ugye minden kis kátyúba elakadnának, akadályoznának. Ez
így néz ki a gyári verziója is. Ez ugye igazából nem tűnik föl, főleg így a fotón, azon nem is látszik, én itt a laptopon látom ugye közelről élesben, hogy azok levegőben vannak. És én ezt imádom, engem ez motivál jelenleg. Várom a következő kérdést. Jó, jó, de nincs minden nap maraton, nincs minden nap futóverseny. Mivel töltöd, Attila, a hétköznapjaidat? Mit csinálsz? Mi az, amivel elütöd az időt? Az előbb említetted, hogy bújod a különböző kereskedelmi oldalakat. Mi az, ami téged érdekel? Mi az, ami kikapcsol? Szeretek filmet nézni például. Jó filmeket, ugye hát kinek mi a jó. Én általában trillereket nézek, és például esténként, az sem minden nap, de tegnap is megnéztem egy filmet, azzal töltöm el a késő estét, lefekvés előtt. Hát a Töcével például nap mint nap megyünk, a Töcének van vidékfóbiája, megjegyzem, mert egyszer rosszul lett Kalocsa Meszes között, és ott életet mentett egy ismerőse autóval akkor. És ő nem hajlandó velem tartani, mert mióta kész van a Kalocsa fogtők közötti új kerékpárút. Ugye én pontosan ott lakom a Borsó utcában, annak a mondjam így kezdeténél, és nekem mind egyszerű, mind nagyon jó. Én ott szoktam oda-vissza menni, mikor mennyihez van kedvem, az 2,5 kilométer mindössze. De például 12 éves unoka öcsém, Kati, még hárman vannak testvérek, és mint érdekesség, 2006-os évjáratban született három fiú, mint háromunknál, mármint a családok, és Bence unokaöcsém, Kati Möcséjéknél a nagyobbik fiú, kitalálta, hogy bicajuszunk el Bajára tavaly. Hát mondom, oké, de hát az országút az azért veszélyes. Úgyhogy anyukája utánfutóval, mert az én autómon nincsen monórak, felpakoltuk a... Ja, persze hozzáteszem, hogy sikerült vennem egy gyári handbike-ot, és volt két handbike-om. És a Bencével mentünk, azt mondta, ő szeret velem picajózni. Ez nekem nagyon jól eső érzés, hogy mentünk, akkor tudtunk együtt menni. A gyárit azóta eladtam, mert méretre, mint kiderült, hosszabb távon nem lett jó. Mert ugye itt számít, hogy a kar hosszúsága hogy van, nem mindegy a dőlés szöge a pedálrésznek, és nem lett jó, sikerült eladnom ugyanannyiért, hozzáteszem, nem nyerészkedtem, nem vagyok az a fajta. Rajta egy Messin, már nem is tudom, Tiszavasvár vagy hol, sorstás srácnak. No de akkor maradok ugye, hogy elmentünk Bajára történetnél. Anyukája volt olyan kedves, hogy utánfutóra fölpakoltuk a két bicajt, és átmentünk Fajszra, Fajsztól pedig betonút van ugye egész Bajáig. A töltésen, igen. Hát az nekem az volt a meglepetés, hogy Bence ezt a távot meg tudta oda visszatenni velem ilyen fiatalon, míg az én fiam, ugye, ahogy említettem, hogy egy idősek, ő ilyet nem vállal be, ő kicsit lusta, hogy így mondjam. Úgyhogy elmentünk Bajáig vissza, sötétbe értünk már vissza, lett egy kedves utitársunk, egy bátyai, mondjam úgy, nagy biciklis
ember kíséretében, akivel beszélgettünk, és így értünk Fajszra. Ahova jött értünk, szintén a Bence anyukája, sógornőm Szilvi. Úgyhogy csinálunk ilyen hülyeségeket néha. Hogy kérdezzem meg tőled, hogy Kalocsán milyen a közlekedési helyzet Tolószékben? Értem itt a közintézményeket, nem kérem, ne a kátyúkat, meg a rossz utakat említsük, de a közintézmények. Ha el akarsz menni bárhova, ügyet intézni, ez most már zökkenőmentesen megy. Mi úgy látjuk, akik a két lábukon járnak, hogy mintha megnövekedett volna a mozgássérült parkolók száma, nagyon sok helyen van lift, de ez a Tolószékből is így látszik-e? Ha éppen a nem használt lift nem rossz. Mert a polgármester hivatalban ez már többször előfordult velem, például. És szerencsére igen hivatalos ügyeket már okmányirodába például el tudok intézni. Amit nem, például ha el kell mennem a bankba, ha bár most átavanzsáltam akadálymentes bankba itt kalocsai viszonylatban, de még nem tudtam, addig az ügyintéző hölgy vagy úr kihozza mai napig is a papírt, ha nekem alá kell írni valamit, ez megoldható, szoktam mondani, hogy csak hozzáállás kérdése minden, és ha van egy megoldási lehetőség, akkor dolgozzunk annak a képletén, hogy megoldjuk azt az adott problémát, és ez, aki nem csinál ügyet, mint hivatalnok ebből, szerencsémre, akkor ezzel semmi probléma nincsen, mert megoldjuk a parkolóban. A beszélgetés elején túl hamar átsiklottunk egy nagyon érdekes dolog fölött, a rendszámvadászat. Ezt egy picit fejtsd már ki nekünk, légy szíves, bővebben, hogy miként kerültél ebbe bele, és hogy ezt, ha jól tudom, a mai napig csinálod, és szerintem itt is rengeteg olyan sztori van, amely érdekelheti a közönséget. Hát bizony, ugye, mert ez saját autóm, ez nem is kéklámpás, de nagyon-nagyon szerettem volna maradni a kéklámpánál, miután a mentős pályafutásom derékba tört, és hát hasonlóan a handbike-hoz, meg a biciklizéshez, hogy internet, stb. Ott ugye kutakodom, vagy jobban mondva botlok bele dolgokba, helyesebben fogalmazva. Itt találtam rá a civil rendszámfelismerő rendszer lehetőségére. Polgárőr alapon bárki üzemeltethet civil ilyen rendszert, amennyiben van hozzáférése a gépjármű körözési adatbázishoz. Nekem szerencsére volt az előző felállásban Zsarukár nevezetű, budapesti székelyű, már azt nem is tudom, hogy csöppentem közéjük, hallottak rólam, és meghívtak, hogy tartozzak közéjük. Így ezen az alapon ugye mai napig is szerencsére megvan a hozzáférésem a nemzetközi körözési adatbázishoz napi frissítéssel, és ezen a képen például a dózsasulis rendész tanulókatnak nem tanítom, mert azt nem mondhatnám, mutatom be a rendszámfelismerő rendszert, ami megtisztelő szintén csak számomra, heti egy-két alkalommal beülnek négyen mellém, mögém, és akkor elsődlegesen ez a fotó is a Lidli, mert keverem a szezont a fazonnal, a Lidli Taldit sokszor, tehát ez a Lidlinél az autó az 51-es útszélén szoktunk az első felállítási ponton megállni, utána
pár óra múlva átvonulunk a Miskei útra például, vagy bárhova, gyerekek, ha kérik nekik, szimpatikus, akkor eleget teszek a kérésüknek. Én is élvezem, de ők legfőképpen, mert egy izgalmas habeje lesz. Habár itt kalocsai viszonylatban ez még nem történt meg, hogy köröztött képjelműt jelzett volna. Na most ez, ha megengeditek, pár mondatba ecsetelem, hogy hogy működik. Egy normál videókamera van összecsatlakoztatva a laptoppal, a laptopon pedig van a rendszám felismerő szoftver, ami magyar gyártmány, hozzáteszem. Sigmoid nevezető, Sigmoid Kft. Fejlesztette, találta ezt ki, és forgalmazza ezt a szoftvert pénzért. Ők nagyon rendesek voltak, mert miután megláttak, megismertek, akkor nekem díjmentesen bocsájtották ezt. Akkoriban 200 ezer forint volt az ára a szoftvernek, ezt a szoftvert részemre örök életűen úgymond. És ugyanígy hozzá a 24 óránként frissített körözési, nemzetközi körözési gépjármű adatfázist. Nem én voltam ez, de volt jó sztori, például Budapesten voltunk, megrendezett, szoktak lenni, ha bár mostanában nem, mert szétbomlott a csapat, sajnos, már az autóvadász hivatalos csapat, és ugye itt egy viszonylatban segítem, mint a kalocsai, tehát Kalocsán vagyok alaphelyzetben polgárőr, és segítem a kalocsai és a bátyai polgárőrség munkáját, ha ezt annak lehet nevezni, ugyanis félnek a renitens bűnözők, vagy éppenséggel rossz szat tenni akaró emberek, mikor meglátják ugye a kamerás autót, rajta ugye a rendőrségi matrica, hogy kamerafelvétel, képrögzítés, police, ez ott Riki, itt a narancsárga mágnes tábla az ajtón, és hát ezt nekem a bátyai polgárőrelnök Rózsika szokta sűrűn felhozni, hogy Attila, köszönjük, hogy vagy, mert azóta rend van a faluban. Többnyire. Hát mondom, én ennek nagyon örülök, és ez jó így, nagyon is jó így. Lényegében ezt is nagyon hasonlóan úgy szeretem csinálni, mint a kerékpározást. Milyen fogásai vannak? Miket találsz? Lopott autót még nem találtam, 8 év alatt, még Budapesten sem, de viszont forgalomból kivont autót, azt minden egyes felállásnál mondhatom, hogy van, minden túlzás nélkül. Volt olyan itt kalocsai viszonylatban, hogy csak 2 órát álltunk az 51-es mentén a rendőr kollégákkal, ők mind elfogóim, játszanak szerepet, ugye, mert hát én nem fogok a körözött autón, ha bejelez a rendszer, utána eredni, mert mit is csinálnák, főleg így, ilyen bénán. És hát eleve úgy dukál, hogy hatósággal együtt csináljuk. Ha nincs hatóság, akkor pedig visszatartó hatásom van. Legfőképpen, hogy trafipaxnak hisz sok ember, és akkor nincs gyorshajtás sem, ha én ott jelen vagyok, vagy bárhol jelen vagyok. Na most, még hozzátartozik ennek, van rossz oldala is, mert szerencsére nem jellemző, de a 8 év alatt 2 életveszélyes fenyegetést kaptam, hogy ilyen szlogennel, hogy elvágják a torkomat, stb. Stb. Na, ezt nehéz feldolgozni, mert az emberben csak van egy fajta félsz, de mindkét esetében sem tettem feljelentést, mert annyira nem tudtak megijeszteni. Oda megy hozzád valaki, és face to face megfenyeget?
Igen, az utóbbi az itt ezen a ponton a Lidivel szembe történt. Feltűnt, hogy nagy csebben lobbal, ilyen murvás kavicssal van leszúrva ott a ház bejáró, és azon berongyol egy bordó Ford kombi. Hát ugye én ilyenkor tüzetesen figyelek, felkészülve mindenre, mert számítottam rögtön arra, hogy nagy slunggal bekanyarodik az 51-esről, és kiszáll az autóból, és oda jött szó szerint toporzékolva a kavicsot, mint egy sárkány, verte föl a lábával, minden túlzás nélkül, és mit csinálunk mi? Én szépen, ahogy most veletek beszélgetek, elmondtam, hogy nyugodjon meg, ez nem trafipax, ez rendszámfelismerő rendszer. Ő ezt nem hitte el, hívja a rendőrséget. Ó, mondom, legyen szíves. Mert ugye minden felállításkor én a rendőrségen be vagyok jelentve, tudnak rólam. És számítanak rám, ha én szólok, hogy volt olyan például, de ezt a történetet, bocsánat, még végigmesélem, és utána mesélem majd el azt a sztorit, mikor, bocsánat, hazudtam, mert fogtam körözött autót. Csak rég volt már. És ő persze nem merte hívni a rendőrséget, ez a fenyegető ember, de körbe videózta, vagy fényképezte, nem tudtam a telefonjával, hogy mit csinál. Az autót ugye, és mielőtt beszállt, még becsapta az autója ajtaját, mondta, hogy majd csak akkor vigyázzak, ha jönnek a fekete Mercedes-szel az ő cigány barátai. Mondom, szeretettel várom őket. Lényegében van hordási engedélye, gázriasztó, önvédelmi fegyverem, adott esetben meg tudnám magam védeni. Na most ekkor is én már nyúltam le érte, itt tartom, ha velem van az ülés mellett, hogy már azt vártam, hogy a lehúzott ablaknál ököllel megüt. Ha ez megtörtént volna jogos önvédelemmel, én meg belövöm a gázfegyverrel. Akkor ő már ugye el se tudott venni, mert nagyon hatásos eszköz. Akkor az ember sajnos le kell, hogy minimum térdeljen, feküdjön, mert semmit nem lát ettől a katonai cségáz van a töltényben lényegében. És hát szerencsére ugye ez egy múló állapot, kárt nem idéz szemben sem, azért lehet ugye használni, aki jogosult rá. De még egyszer se kellett használnom szerencsére, és továbbra is ezen az állásponton vagyok, hogy bár soha ne kelljen használni. És akkor elmesélem a körözött autót. CB rádió szereléssel is foglalkozom, a kamionosok, amit használnak, és javítom nekik néha-néha a rádiójukat, aki hozzám fordul. Vagy éppen csak beállítani kell, mert ezt össze kell, még egy mondat erejét csak hozzáfűzem, össze kell hangolni a CB rádiót az antennával, és ehhez egy speciális műszer kell. Erről ennyit. Ez annyira nem izgalmas. Hanem Máté még baba hordozóba volt, átruccantunk Szexádra, ott oda átmentem egy szintén CB szerelő kis öreg barátomhoz alkatrészért. És akkor még annyira aktív, buzgó mocsig voltam, hogy mindig folyton az autóban volt a rendszámfelismerő, működött, működés. Persze, ahogy kell. Közben visszafelé az M9-es hídon, mert már akkor ugye kész volt, azon jöttem pici fiammal vissza, amikor beszirénázott, ilyenkor a Beethoven örömmódáját játszott. A gép, hoppá, mondom, mindjárt hívtam egy bajai rendőrtiszt barátomat, hogy ez a szitu van, ez még a híd előtt Szexárd felé történt,
Tehát volt időm riasztani a rendőröket. Akkor én ugye meghúztam a gázt kézzel, és a nyomába eredtem, ez egy újszerű Ford Mondeo volt. Sikerült is, tehát ő nem vette észre, hogy én kamerás autó vagyok szerintem, de én tisztes távolból ugye követtem, hogy a körforgónál Baja felé megy, avagy Kalocsa felé, mert ugye bárhol eltűnhet egy autó, nem főképpen, ha észreveszi, hogy követik. És szerencsére már akkor, mivel Baja felé fordult, a bajai rendőrök, mire odaértünk, a körforgóba vártak minket, és meg is lett a Ford Mondeo. Egy szép öltönyös úriember vezette, de hát ugye, az is lehet gangster. Úgyhogy sikerült megfogni azt a szép úr, és vissza sikerült adni a jogos tulajdonosának. Biztos vagyok benne a Fordot. Igen, a közönség is kicsit fölmorajlott. A legnagyobb gangsterek azok öltönyben is, a kendőben járnak állítólag. De neked jól áll. Én ezért megköszönöm. Attila, itt a beszélgetés vége felé van neked még egy olyan tevékenységed, amely az utóbbi időben kezd kiteljesedni. Reméljük még hosszú felfutása van, tehát kiteljesedni még soká fog. Egy társadalmi szerepvállalás. Eljársz iskolánkba, eljársz ilyen helyekbe, mint most például, egészséges emberekbe lelket önteni. Elmesélni a te történetedet, és ezzel olyan példát mutatva, amely az egészséges embereknek is egy reménysugarat ad, azoknak, akik pedig ebbe a helyzetbe kerülnek, és legyünk őszinték, bármikor, bármelyikünk kerülhet a te példádból is okulva. Tehát eljársz helyekre, és beszélsz magadról. Mesélj nekünk erről egy kicsit, hogy milyen érzés ez, és mi a tapasztalatod. Köszönöm. Hát igen, nemrégiben vettem részt első ilyen megmérettetésemen, hogy így mondjam. Egy Soltvadkerti futó barátom kedves felesége, pedagógus a Tázlári Általános Iskolába, és ő általa lettem meghívva egy motivációs napon belül, keretein belül, oda mint sérült, hogy beszélgessek a gyerekekkel. Hát akkor én ugye még tavaly ősszel történt ez a megkeresés. Mondtam, hogy hát majd biztos osztályfőnöki óra keretében 10-20 pár gyereknek majd elbeszélgetek velük. Jó lesz. Jó, persze. De itt mikor most élesedett a dolog, pár hete, hogy akkor megvan az időpont, és a műfázba az egész iskolának 120 gyereknek fogok beszélni. Na mondom, ha ebben nem sülök bele, akkor semmiben. És annyira szerencsémre adja magát a helyzet. Remélem, itt sem ekegek, makogok. És a gyerekek szeretete, egyfajta karizmatikus figyelme felém. Ez annyira jól esett nekem, hogy el sem tudom mondani. Megható volt egyaránt. És a tanárnéni, a barátom azt mondta, hogy Attila, ezt ők, a pedagógusok nem hiszik el, hogy az a egy óra körülbelül még én szóval tartottam őket, mozdulatlanul ült a 120 gyerek, hogy ilyet még nem láttak. Ez megint csak köszönöm szépen, kedvesek voltak. Ezt nem, na hogy mondjam már, hogy értsetek engem, ki tudjam fejezni, hogy
nem érzem magam nagy embernek, sőt, nem vagyok az. Csinálok, amit csinálok, és ez nekem teljesen természetes, és örülök, ha örömöt tudok szerezni bárkinek, bármilyen téren. Én úgy szintén szeretem, ha szeretnek, és ennyit tudok erről még hozzáfűzve jelenleg elmondani. És utána még, persze hozzátartozik, 2 kilométert futottunk. Én is így szoktam csak mondani, hogy futok. Közben ugye tekerek. Most hozzáteszem a vicc kedvéért, hogy Töce barátom, mint futóbarátok, futócsapat készítetett egyenpólókat. Kedves Szejc Tibi barátom, mentős kollégám, merre is vagy Tibikém a fotóval? Itt. Kedves, hát itt még én vagyok itt a józan, azért a sett hozzá. Ja. Ilyen állat van. Igen, hol vagy, ott vagy. Na szóval így indultunk el az érsekkertből. Na, itt a részességről annyit, hogy 1-2 kortól még ugye nem rúgott be senki. Ez volt az indító benzin. És hol tartottunk? Futóbarátok póló. Ja, igen. Póló. A póló. Bocsánat, hajlamos vagyok átlipenni témán. Ne haragudjatok. Na szóval, a jótékonysági futáson a Krisztikéért hűvösebb idő volt, és a kubikus játszótérről indultunk, mint hely. És kedves Szejc TV szívbéli barátomnak paraszoltam, hogy hát nem vagyok fülfájós, de fújt a szél, hideg szél fújt, mindkét fülem úgy enyhén szúrni kezdett. Azt mondja, Atika, itt van az én alvos pólom. Oda szaladt az autóhoz, és akkor egy turbán-szerű módon fejemre, vagyis a fülemet óvva, fejemre kötötte ezt a pólót. Itt látszik például. És akkor még beszólt egy ilyet, hogy na mostantól akkor te vagy az Attilos Tekeretos. Messze Tekeros. Messze, na, látod is, nem is jól mondtam, és jól a Töcének, és rosszul írtuk rá a pólóra. Erre a pólóra. Erre a pólóra, igazad van barátom. És na szóval megy a hülyeség, szó se róla. Na hát, itt Kuti Zoli barátom, akit említettem, hogy ő kiskörösön pedagógus, és jótékonysági futásokat szervez, és itt a felesége, bár nincs a képen, de itt szürke marhák vannak a tóparton, és akkor Edith mondta, hogy na, te marha, itt vannak a tesóid, mondta a párjának. És a Zoli erre így reagált, és ez a kép erről szól. Lényegében, hogy határtalan, vagyis a hülyeség nem ismer határokat. Hát, ez a fotó pedig, hoppá, hozzá se nyúltam. Visszalépünk. Mert van itt jó, Töceinek hála, van itt jó pár kép. A harmadik éve csinálom az 1-3-6 órás futás rendezvényen a futó kísérését az érsekkertben, ami most lesz vasárnap aktuálisan, és készülök rá, hozzáteszem, és ott leszünk, ugye Ferdinánd, és Töce, és Tibor, és Csilla, és még sorolhatnám, és hát jó nap lesz, kellemes hétvégénk lesz, úgy gondolom, mindenképpen. Itt szomszéd kisfiú fut mellettem, csupán kettelésből,
ezen az első 6 órás futáson, miután ki tudtam csalni a szomszéd gyerekeket magammal, az én fiammal együtt. Aztán volt, amelyik görkorizott, volt, amelyik futott, volt, amelyik gördeszkázott. Hát itt már a vége futó barátokkal. Örültünk egymásnak, úgymond. Vége 6 órának, igen. A 6 órás folytonos futásnak és tekerésemnek. Hát itt a Zsozsó barátom látszik a kép jobb szélén. Ő vérszemet kapott az én bicajomról, és összehegeztett magának egy endbike-ot. Hasonlóan unokaöcsém ott szeret velem tekerni. És megcsinálta. Hát az enyém sem mérnöki produkció, de azt szoktam mondani, miután volt lehetőségem a gyárit kipróbálni, hogy a gyári semmivel se jobb, csak az 27 sebességes, az enyém meg 3 sebességes váltó van rajta, mert hogy mondta akkoriban Matos Csabi barátom, hogy ide erre a környékre jó lesz, elég lesz ennyi is. És... Igen. És a Zsozsó akkor tekert velünk, az úszodánál lement a lépcsőn a bicajja, ketté tört a bicaj. Hát mondom, neked se kell észt osztani, barátom, megérdemled. Kérdezz, kérlek szépen. Egy picit visszakanyarodnék, úgy közben képeket úgy mutasd. Visszakanyarodnék egy picit, én úgy látom, hogy a baleseted után, ugye említettük, volt egy hosszabb időszak, amikor kerested önmagadat. Megtaláltad a rendszer felismerő, vagyis a rendszer felismerő rendszert, az autóvadászatot, utána a sportot, és én úgy láttam, ahogy az interneten kicsit kutakodtam, meg töcével beszélgettem, meg ahogy veled is erről a témáról, ez az érzékenyítés, ez lesz a következő. És én ebben nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, mert ahogy említetted, hogy a 120 gyereknek te mennyit adtál, én biztos vagyok benne, hogy te is úgy jöttél haza, hogy több voltál, mint amikor oda mentél. És akkor megkérlek, hogy még menjünk végig a képeken, és utána majd a nézőket szeretném megkérni, hogy gondolkodjanak kérdéseken, és lehetőségük lesz szokás szerint föltenni. Köszönöm. Hát igen, nagyon nagy erőt ad nekem pszichésen legfőképpen, ha részt veszek bármilyen rendezvényen. Nemhogy még ha látok egy nálam sokkal sérültebb, főleg fiatal gyermeket, akit itt jobbra mellettem apukája visz jóformán minden futóversenyre országszerte és tolja a kisfiút, ebben a 3-kerekű sportbaba kocsiban, székben, és ilyenkor szoktam én mondani, hogy hát én egy kirívóan egészséges ember vagyok. Miért sírnék én, hogy kerekes székben ülök, ugyan már. És ha belegondolunk, mindannyian láthattatok már szerintem olyan kisbabát, aki például rákkal születik, hogy miért? Mert én oké, hogy rosszkor voltam rossz helyen, de akik nem érdemelték ki, vagy érdemlik ki, miért van ez? Na de hát ez más kérdés, lehet erről filozofálni. Hát itt éppen egy újonnan megismert kecskeméti futóbarát hölgyel táncoltunk. Azt nem mondanám, hogy twisteltünk, meg arra sem emlékszem, hogy éppen milyen zene volt, de az ő kedvence. És akkor odarohant hozzám, és akkor elkezdett körülöttem táncolni. Hát én ugye, ez megint csak boldogsággal töltött el engem. Hát itt Kuti Zoli, mivel ő... neki jelenleg már nem fut, hanem ha lehetősége van, akkor ezzel az úgynevezett string
handbike-kal, ez egy csinoros rendszerű lefőtologatós bicikli, és ő azzal, most már ketten vagyunk, mert a térdével sajnos súlyos problémák vannak, műteni kell neki, és azt mondta, se baj, hasonlóan hozzám, megyünk tovább az életutunkon, ha nem így, akkor úgy. És szerzett egy ilyen string handbike-ot, és ezzel megyünk Kecskemét Kiskörösre most majd augusztusban, vagyis ilyen módon. Hát ez a fotó pedig az autistákért tegyünk, hogy így fogalmazzak, napon, autisták napján vonultak az iskolák az érsekkertbe, óvodák, és a dombon letűzték ezeket a zászlókat. Ez is számomra nagyon jó érzés volt, és nagyon jól éreztem magam, és mi is itt a csajokkal putottunk Töcével éppen, és oda csöppentünk, és részt vettünk akarva-akaratlanul ezen a rendezvényen. És ezek mind-mind számomra nagyon jó dolgok. Töce, ez mi? Eldobtad a papucsodat? Vagy? Sapkát. Ja, sapkát. Ezt most láttam csak itt a fotón. Azt hittem, egy őrös galamb. Igen. Úgyhogy vannak itt ugye, mint futók, Lajkó Mónika, aki már hosszú távfutó, azóta készülnek fel ugye a versenyekre, és nekem meg megtisztelő, nagyon jó érzés, ha hívnak, hogy Ati, jössz velem, vagy velünk. Hát persze, a lehetőségem van, időjárás engedi, akkor ott a helyen, nem otthon ücsörögni, bármi más csinálni. Köszönöm, Töce, sose add fel. Ez a mottom, ne gondolj a gondra, és nem lesz gond. Köszönöm. Vili, te elmutatod, hogy voltál vele repülni is, ugye? Így van, Varjó Vili, Pécs mellett lakik, és sárkányrepüléssel foglalkozik. Ez a hobbija ő neki a futás mellett, hogy ultramaratonista, nem fiatal fejjel, hozzátegyem. És itt is a Vili például engem favorizál, tehát mondjam úgy, mindenhol favorizálva vagyok. De jól esik persze, de nem érzem, hogy engem favorizálni kellene. Megint csak ezt mondom. És itt a Vili, ahogy látjátok, fényképez magunkat. Hát igen, ez a tázlári iskola. Ott se kívántam a színpadra felmenni, mint most sem, hogy jól vagyok én itt köztetek lent. Jegyzem meg, hát itt Henivel kezdtük az ölelkedést, és hát a mikrofonba bemondtam a gyerekeknek, hogy aki szeretné, jöjjön ki ölelésre. Na és jönnek a következő fotók, amit itt még Kuti Zolival, hoppá, itt vége, akkor azok vissza vannak valahol, ahol a gyerekekkel. Na, az a lényeg, hogy gyerekek özönlöttek hozzám ölelésre is, négyesével, ötösével, egyesével, nem volt elég hosszú a karom. Nagyon jól esett. Hát itt például a gyerekek, ugye, meg a kezdőképpen, ami volt, ugye, ott látszik a gyerektömeg, mielőtt elindultunk a 2 kilométeres futásra, és azt tudom mondani, hogy akkora szeretetet kaptam ott, ahogy most úgy érzem tőletek is itt, ez a beszélgetés során, hogy ez semmi nem tudja más felülírni, pótolni. Attila, nekem van egy nagyon szép emlékem
veled kapcsolatban. Ezt a végére szántam neked meglepetésnek, amikor 20 évvel, 22 évvel ezelőtt, azt hiszem 97-ben volt ez az esemény, ide kerültünk Kalocsára. Én ezt megőriztem. Egy jótékonysági rendezvénye volt Attilával kapcsolatban. Ez az úriember itt volt Kalocsán, és Attilának a Máté Péter számot ahányszor azóta meghallom, és több mint 20 éve már mindig te jutsz eszembe. Mert ez a Kalocsai Sportcsarnokban, nem ez a felvétel, de a Kalocsai Sportcsarnokban ez az úriember itt neked játszotta el ezt a számot. Köszönöm, Ferdinánd. És most a tisztelt közönséget meg szeretném kérdezni, hogy merült-e föl kérdésük. És kérem, hogy tegyék fel Attilának. Ha nincs, az se baj. Egyet még kérdezek, mert nem mondtam, hogy fog. Parancsolja, Attila, bács. Arról beszéltél, de azért volt neked egy olyan telefonos munkád, amivel egy kis anyagi sikered is volt vele, és ez az megszűnt, tudod. Hát én el szoktam mondani az Attilával, mert igen, mi Attila bácsival összejáró barát, Kalocsai. Igen, meg azt mondani, hogy a
az itten fia vagyok. Ez az áruszállításos dolog, hogy ez te azzal azt megszüntettél, hogy erről nem szóltál. Hogy az, hát mert persze reggelig lehetne egy elfoglalja magát mesélni. Hasznosabb. Dolgoztam már ügyfélszolgálatosként a Forenzis Autó klubnál. Én vettem fel a telefonokat és intéztem a minta biztosítási, vagy bármi ezzel kapcsolatos ügyeket. Ez 7 hónapig tartott mindössze, mert akkor ennek vége szakadt. Előtte pedig volt fuvarszervezői munkám, egy-két kamionos vállalkozó barátom révén. Azt még sose felejtem el, mert hát voltam olyan, hogy én 4 évig hasaltam egyfolytába, amiből a második év olyan volt, hogy egy jobb ülőcsontomnál lévő fölfekvéses nem sikerült műtét seb miatt. És vártam, hogy begyógyuljon, ezért ugye mindent megtettem. 2 évig hasaltam folyamatosan. Csupán tisztálkodni keltem föl 2 naponta. És ennek ellenére ez nem gyógyult meg. 2 éve egy úgynevezett nagy lebeny plasztikai műtéttel Budakeszin, ahol rehabilitálva voltam annak idején. Történt meg a műtét, ott csak lényegében a műtét után 6 hétig kellett mozdulatlanul hason feküdni a serv gyógyulása érdekében, de hála Istennek ez szerencsére végérvényesen begyógyult, és sikerült a műtét, és nem bánom, hogy bármennyit kellett hasalnom. Hogyan fogadja azt, hogy te tolószékes vagy? Hogyan viseli ezt? Köszönöm, Peti, a kérdést. Hát ő ugye, szokták mondani, ebbe született. És neki ez teljesen természetes, úgy, mint ugye közvetlen a családban az 5 gyermek, kiskorúak, mind úgy szeretnek, ahogy kell, és szerencsére így is van, mert én is viszont szeretem, imádom őket, mindannyiótokat. Köszönöm, hogy eljöttetek, megtiszteltetek ezzel engem. És végeredményben ő büszke rám, és ez még itt nagyon fontos. Hogy amit én csinálok, azzal ő nem kérkedik, nem dicsekszik, de ha megkérdezik, akkor válaszol, hogy apukám mivel foglalkozik többek közt. Én csak annyit szeretném kérdezni, hogy mondtad, hogy amikor idejelbe futsz, akkor zenét hallgatsz. Milyen zenét hallgatsz? Mit szeretsz? Általában retro diszkó számokat. Igen. De van egy kedves kalocsai futó hölgy barátom, a Varga Czerika, ő a lakodalmas zenét szereti, és engem nem érdekel, hogy a városon keresztül lakodalmas zenébe futunk, akkor szól a lakodalmas zene. Vicces, nem vicces. Mint aki kér, mondjam úgy, kívánságkosár szoktam lenni. Nekem lenni kérdésem. Igen, Katakétes. Mi a következő a Bakács listáron? Mert még több. Tiszatóhoz 65 és körbe lehet. Hát most épp tegnap meséltem, hol vagy Töce? A Töcének, hogy nagyon szemezek a 250 kilométeres egyfolytában kaposvári Deseda tó körüli futásra, mert imádom csinálni, és úgy érzem, hogy képes vagyok rá. Igen. Attika, az előadásodat hallgatva eszembe jutott egy
egy közös vicces emlék, amikor Kiskunhalason, nem tudom milyen rendezvény volt, futórendezvény, de leköröztük a kenyai előtt elitfutókat. Emlékszel-e arra? Igen, az elmerodjant Kuti Zolival voltunk itt hármasban, és ez, de tényleg ott volt két kenyai, minden versenyt megnyert Magyarországon, ahol indultak, ilyen a motorfutó, és az egyik körbe rájuk vertünk, tehát gyakorlatilag leköröztük őket, senki nem értett, tehát Halas népe egyáltalán, de mi se annyira, és kiderült, hogy ehhez a közös bénaságunk kellett, hogy úgy mondjam. Ugye neked testileg te azzal jöttél, de mi a Kuti Zolival teljes szellemi bénasságban eltévedtünk a város térképen, és az 5 kilométeres városkört letudtuk körülbelül másfél kilométerbe, és mindenki előtt értünk célba, és kész, és nem örömújongás volt, hanem ott lefagyott mindenki, ezek. A kocsmában voltak bemelegítésnél, már ugye te nem, de... És hogy tessék, és azok, akiknek a nagyszüleik is agarak voltak, már azok utánunk értek be körülbelül egy-két perccel. Emlékszel rá? És az az egész a legpoénabb, kedves barátom, ugye, hogy még mi se fogtuk akkor föl, hogy mit csináltunk. Nem. Csak ott voltunk. Azt hittük, hogy ha mindenki hazament, közben mi értünk. Jaj, köszönöm szépen! No, látjátok, tehát ezek, amik éltetik az embert erősen. És a gondok, bajokon, ha egy lehetőség is mód van rá átlipenve, ezekre koncentrálva élni az életet. Élem az életemet, pontosabban fogalmazva. Köszönjük szépen, Attila! És hát, fogadd el tőlünk ezt a kis ajándékot. Nagyon megtiszteltél bennünket, hogy eljöttél, és mosolyt, nevetést csaltál ennyi ember arcára. Megsírál. Igen. Benne van. Az úgy szép, ha a kettő együtt van. Fogadd el tőlünk ezt a szerény ajándékot. Nagyon szépen, köszönöm. Köszönöm mindannyiatok. Köszönöm mindannyiótoknak, mindannyiuknak, hogy itt voltak velünk. Ne rohanjanak el, szokás szerint egy kis szeretett vendégségre várjuk Önöket, beszélgessünk egy kicsit, sztorizzunk, elevenítsünk föl régi szép, akár futó emlékeket, akár más egyéb kérdéseket, beszélgessünk egy kicsit kint az előtérben. És várjuk Önöket, várunk titeket szeretettel a következő alkalmunkra is, melyet majd hirdetni fogunk, és úgy látom, van még egy kérdés. Én még csak annyit szeretnék hozzátenni, és hogy nagy örömmel szeretném mindannyiótokkal tudatni, ami nem kérdés ugyan, csak hála Istennek egy megvalósult álom, mert sikerül Attilát meghívnunk minden nyáron tartandó mozgássérő táborunkba, ahol 100 gyermeket fogunk táboroztatni. Az idei alkalommal Attila már itt is sztárvendégként jelenhet meg, és ott hagyja a szeretetet, mi meg ugyanúgy hagyjuk vissza. Bizony, kedves Csilla, megtiszteltél nagyon. Úgyhogy igen, Freddy, jó a meglátás. Ezt szóba hoztad. Egy újabb pozíciót fog ezután betölteni a Attila. Lassan celeb lesz. Köszönjük szépen.